Aki pedig hallgat engem, lakozik bátorságosan, és csendes lesz a gonosznak félelmétől. A példabeszédek könyve első fejezet 33. versét idéztem: Isten a mi nagy nevelünk és az a jó szülő, ez volt az első igehelyünk az Efézusi Levél 6. fejezet 4. verse hónapunk elején. Tehát az a jó szülő, aki úgy neveli a gyermekét, hogy az úr tanítása és feddése szerint neveli, és nem a saját elképzelése szerint, mert az ingerlés. Kétféle nevelés van a Biblia szerint: vagy az Úr tanítása és fedése szerint, intései szerint neveljük a gyermekeket, vagy ingereljük ennek hiányában az ifjabb nemzedéket. Aki pedig hallgat engem, lakozik bátorságosan, és csendes lesz a gonosznak félelmétől. Amikor gyermekekkel áldott meg bennünket az Isten, és éppen akkor került kezembe a Biblia és a példabeszédek könyve, mert figyelmeztettek arra, hogy a Biblián belül van egy külön könyv, ami sokat szól a nevelésről, és akkor bennem nagy zűrzavar volt, mert hiszen édesapám másképp nevelt, már nagyobbik nővérem, hol szintén gyermekek születtek, unoköcséi megint másképp nevelt. Én is azért pszichológiát jártam, hallgattam az egyetemen ilyen tárgyat, és megint másképp képzeltem el. Szóval épp jókor jött a példabeszédek könyve, hogy hallgassuk az Istent. És a legjobb nevelés, amikor megszólaltatjuk Isten szavát a gyermekeinknek, minden péntek este összegyűlt családunk, és ahogy cseperedtek a gyerekek, bibliai történeteket ismertettünk meg, vagyok, hogy hallják az Isten beszédét. Nagyon szerették József történetét kislányaink, aztán fiúink is. És amikor József történetét először csak egy alkalommal, aztán már kétszer, aztán már nagyon részletesen, szinte hónapokig mondtam el annyira részletekbe menően, egy bizonyos alkalommal, amikor így péntek este összegyűltünk, szó került arról, hogy az egyik gyermekünket megszégyenítették az iskolában, előcsomagolta a tíz óraját, kérdezték az iskolatársait, te mit eszel, Orsi? Hát diókolbászos szendvicset. Diókolbász? Nevetgéltek rajta a gyerekek, hát ilyen nincsen. Hiába mutatta meg nekik, hiába szagoltatta meg elük, hogy van ilyen aztán gyorsan összecsomagolta, és a megszégyenítés elől eldugta, és látta ezt a huga a folyosó másik részéről, és évek múlva, amikor egyszer mondom péntek este előkerült ez, hogy mi az, hogy megszégyenítés, azt mondja a huga, hogy hát a nővéremet is megszégyenítették a diókolbászos szendvics miatt, a diókolbászból nagyon finom dióból nagyon finom kolbászt lehet készíteni, benn van a receptes könyvünkben is, egyáltalán dióval ki lehet váltani, 8 dió egyenlő fél kiló hús, szoktam mindenkinek mondani, jobb a diókolbászos kolbász, mint az egyébként, én ismertem régen a gyulai kolbászt, nem akarom leszólni, sem a piksalámit, de azért a diókolbász az diókolbász, abban benne van az, amit az agyunk, meg a szervezetünk vezetünk más részei számára teremtett a Jóisten, de megszólalt az idősebbik gyermekünk, hogy miért mondod el ezt, Magdi? Én ezt már rég elrendeztem. Kivel rendezte el ő ezt a dolgot? hanem azzal az Istennel, akit megismertettünk, az ő szavát a József történetéből, hogy Józsefet is mennyire megszégyenítették a testvérei, sőt, ütlegelték, sőt, eladták rabszolgának Egyiptomba, de ő átélve ezt a történetet, hallgatva az Isten szavát, és az, hogy az úr József fel volt, és mennyi bajból kiemelte, hát probléma lehetett neki tíz éves korában a diókolbászos szendvics, hát én ezt már elrendeztem. Ekkor ezen a péntek estén úgy magam elé meredtem, és azt mondtam, hát én nem kaphattam ilyen nevelést, mert ugyan jó szüleim voltak, de a Bibliát nem tudták a kezembe adni, nem is volt nálunk otthon Biblia, nem is olvasta fel senki József történetét részletesen. Mennyire nagy nevelőnk az Isten csupán a beszédei által. Ne felejtsük el mai igénket. Akik pedig hallgat engem, lakozik bátorságosan, és csendes lesz a gonosznak félelmétől. Hát én abban az időben, amikor gyerek voltam, nem tudtam bátorságosan lakozni, sokszor féltem, és nem voltam mentes a gonosz félelmétől. Mennyire hálát kell, hogy adjak Istennek, hogy megszólaltatva a bibliai történeteket, ígéreteket, kijelentéseket, Isten beszédét, a gyermekeink már egy egészen másfajta belső világban nőhettek fel, amelyet kívánok minden szülőnek, nagyszülőnek, nem csak a mai napra, hanem az elkövetkezendő életükre is, hogy osszák meg a gyermekekkel, a fiatalokkal Isten beszédét.